Az 500 lakosú települést 1925-ben alapították, a nevét Zsivoi Misityről, a szaloniki fronton harcoló szerb parancsnokról kapta. Misityevo betelepítése 1925-ben kezdődött. Misityevo najmlađa mesna zajednica, ali je i najmlađe selo u opštini Subotica. Ima samo 90 godina, nema još ni jedan ceo vek. Osnovana je 1925. godine novembra meseca, kada su kolonisti koji su bili dobili zemlju u Banatskom Aranđelovu zbog problema sa kvalitetom zemlje i sa imovinskim odnosima sa bivšim vlasnikom dobili premeštaj kolonizacije i dobili su mesto na Kaponjskom pašnjaku u posjedu grada Subotice. Az egybegyűlteket a szerbiai kormány képviselője Nenad Ivanišević munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai államtitkár köszöntötte, aki elmondta, hogy a települést az emberek a legnehezebb időszakban alapították a két világháború között, és tanulniuk kell a példájukból. Tad je bilo teško i to treba da je zvezda vodilja za sve nas da upravo gledamo dela ovih ljudi i da kažemo kad nam je teško da se setimo naših predaka i da kažemo da nema alternative i da moramo nastaviti da radimo jer prosto zarad naše budućnosti moramo da znamo i istoriju Mišićeva. Az ünnepségen kitüntették a település legidősebb lakosát, Koruga Stévót és Josip Vidákovicsot, a Vidákovics család leszármazottját, amely már a település megalakulása előtt itt élt a mai település területén lévő birtokukon.